szünet előtti karácsonyi hangulat, olvastad már? Ünnepséggel zárták az évet a birkózók, helytörténeti és néprajzi pályázat 2022. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 21-én 18:05-kor. A KIAMI mindhárom tagintézményében igyekeznek a gyerekeket lelkiekben is felkészíteni a karácsonyi ünnepekre és a várakozásra, tudtuk meg Plusz Csilla intézményvezetőtől. Elsősorban osztályfőnöki órán a karácsonyi ünnepkörről beszélgetnek a gyerekekkel a pedagógusok, technika órán pedig karácsonyi díszeket készítenek az iskolák ablakaira és a szülőknek. A művészeti iskolában a hangszeres órákon saját hangszerükön karácsonyi dalokat is tanulnak a gyerekek, amit majd előadnak családjuknak. Ugye advent időszakát éljük, a várakozás időszakát, és az iskoláinkban is igyekszünk úgy a mindennapokat megélni, hogy a gyerekeket is felkészítsük erre a várakozásra. Ugye elsősorban a tanórákon kerül erre sor, ilyenkor a pedagógusok beszélnek az ünnepekről, a karácsonyi ünnepkör szokásairól, illetve a technika órákon készülnek a díszek a gyerekek által, illetve a pedagógusok által is, és ki vannak díszítve az iskolának az ablakai, az ajtói, hogy meglegyen a megfelelő hangulat az ünnepváráshoz. Ugye az általános iskolákban tanórákon kerül sor a közös beszélgetésekre, a művészeti iskolában ugyanígy, a hangszeres órákon, és itt pluszban ugye a gyermekek olyan zeneműveket, kis karácsonyi vagy mikulás dalokat tanulnak a saját hangszerükön, amit otthon el tudnak majd játszani, és örömet szereznek ezzel a család többi tagjának is. A vírushelyzet miatt most elmaradnak a művészeti iskolás karácsonyi hangversenyek, de az Aranykapun képviseltetik majd magukat. Most a művészeti iskola ebben az évben sajnos nem rendez karácsonyi hangversenyt. Igyekeztünk figyelembe venni a járványügyi adatokat, és ami most nem mutat szép képet, és ezért a nevelőtestületünk úgy döntött, hogy az idei évben nem rendez karácsonyi hangversenyt. Viszont lesz az adventi forgatag majd decemberben, ott képviselteti magát a művészeti iskolánk, a magánének tanszak, illetve a fafúvós tanszak növendéke. Ott lesznek. A két általános iskolai tagintézményben is lesz karácsonyi ünnepség a gyerekeknek, a nevelő testület tagjainak pedig egy közös ebéd. A karcagi tankerület jóvoltából minden gyermek és dolgozó jelképes ajándékot vehetett át, és karácsony előtt iskolánként egy-egy diák pedig laptopot kap majd tanulmányi munkája elismeréséül. Mindig van a gyerekek számára is, illetve a pedagógusok a nevelőtestület számára is. Általában az utolsó napon egy közös ebédet fogyaszt el a nevelőtestület, és itt szeretném megemlíteni, hogy az ünnepváráshoz és az ajándékozáshoz tartozik, hogy iskoláinkban a karcagi tankerületi központ jóvoltából minden gyermek és minden dolgozó egy kis jelképes ajándékot vehetett át az idén is, illetve majd várom a gyerekeket a jövő héten minden tagintézményből egy-egy gyermeket, aki egy laptop boldog tulajdonosa lesz, ez is a karcagi tankerület jóvoltából. Azok a gyerekek kaphatják meg ezt minden évben, akik egész évben magatartásukkal, tanulmányi eredményeikkel ezt kiérdemelték. A prózamondó verseny a 7.-8. osztályos diákokkal folytatódott tovább. A versenyt két korosztálynak hirdették meg, 5.-6. és 7.-8. osztályos évfolyamoknak. A két korcsoportból összesen 23 jelentkező állt a színpadra. A gyerekek az általuk ismert, kedvelt próza részleten kívül egy könyv ajánlóval is készültek, ezáltal is kedvet csinálva társaiknak a műhöz. Ünnep számunkra ez a mai nap. Az olvasás diadala, hiszen immár 4. alkalommal rendezzük meg az Olvastad Már versenyt. A digitális világban a közösségi oldalakon is egyre többen jelennek meg egy-egy kedvenc könyvük fotójával, és bízunk abban, hogy újra divatba jön az olvasás, és ebben ti itt most szövetségeseink vagytok. Legyetek büszkék arra, hogy ezt a csodálatos ajándékot, az olvasás képességét bírjátok, és hogy bármit el tudtok képzelni,
ami a betűk mögött van. Furcsán hangzik egy matematikus szájából, amikor azt mondja, hogy a képzelet többet ér, mint a tudás. Mert hogy a tudás véges és mérhető, a képzeletünk viszont nem, és a képzeletet az olvasáson keresztül tudjuk megizmosítani, ez pedig nem más mondta, mint Einstein. Nagyon érdekes felfedezésről ír a Nők lapja e heti száma, egy okos szemüvegről. Engedjétek meg, hogy megosztam veletek Vas Virág, a Nők lapja főszerkesztőjének nyitó gondolatait. Hogy milyen is ez az okos szemüveg? Egy békebeli olvasó szemüvegre hasonlít, és a várakozások alapján akkora változást idéz majd elő az írásos kultúrában, mint Gutenberg 1450-ben, amikor feltalálta a betűszedésen alapuló könyvnyomtatást. Az okos szemüveg közvetlenül az íris elé épített kamerája mindent érzékel. Azt is, ha a másodperc töredékénél hosszabban időztünk egy szónál. Ha hunyorogni kezdünk, a szöveg méret növekszik, a kontrasztok élesednek. A szöveg a szükségleteinkhez és a szövegértési képességeinkhez igazodik. És ezzel az előzékeny találmánnyal egy több évezredes varázs törik meg. Panaszkodunk, hogy keveset olvasunk. Pedig az írásbeliség, mint egy 5000 éves történetében még soha nem fogyasztottak az emberek olyan sok betűt, mint ma, az SMS-ek, a posztok, a hírek cunamiában. A kérdés, hogy a szöveghasználat mellett szükségünk van-e még élmény olvasásra. Az okos szemüveg hamarosan a duplájára növeli az egy óra alatt elfogyasztható tartalom mennyiségét, méghozzá úgy, hogy kiküszöböli az időt, míg a szemünk egyik szóról a másikra ugrik. De ki akar szuperszónikus sebességgel Nógrádit olvasni? A négy tagú zsűri mind a kettő napon arany, ezüst és bronz minősítéssel értékelte az előadásokat. A verseny második napján minősítette a versenyzőket Szabó Péterné, a Csokonai Könyvtár gyermekkönyvtárosa, Fülöp Ilona, a Csokonai Könyvtár csoportvezetője, Brehó Mónika, a Karcagi Hírmondó újságírója, valamint Koszna Anita, a Bereki Irodalmi Társaság tagja, pedagógus, mint a zsűri elnöke. A megmérettetés végén mindenki szép élménnyel térhetett haza, várva a következő lehetőséget a prózamondásra. A birkózó csarnokba is megérkezett a Mikulás. Kuruc Istvánnal, a KSE birkózó szakosztályának vezetőjével beszélgettünk ebből az alkalomból. Évek óta szokás, hogy megajándékozzák a gyerekeket, hiszen magán az edzésen van egy összetartás a gyerekek között. Mindegy, melyik iskolából jöttek, hanyadik osztályosok, bárhol találkoznak, egyből barátként üdvözlik egymást. Én úgy gondolom, hogy magán az edzésen van egy összetartás, hiszen ezek a gyerekek, mindegy, hogy melyik iskolából jöttek, hanyadik osztályosok, azért akár utcán, bárhol találkoznak, egyből barátként üdvözlik egymást. Én úgy gondolom, hogy egy évben egyszer megérdemlik a gyerekek, a kicsiktől a nagyokig, hogy és valahogy nekem a karácsony a legnagyobb ünnep, a legszentebb ünnep, és én úgy gondolom, hogy ilyenkor, mint ahogy itt is látszódott, örülnek a kicsik, egy némelyik most találkozik így ilyen formában Mikulással, egy ilyen kis műsorral egybekötve, ahol szerepet is vállalnak magába a műsorba, és ezt már mi nagyon régóta csináljuk, és én úgy gondolom, hogy ameddig lehetőségünk lesz rá, ezt meg is fogjuk csinálni, mert én úgy érzem, hogy ez szükséges kell, és a gyerekek is. Urbán Zoltán edző nagyon komolyan veszi az edzést, a versenyeztetést, és jönnek is az eredmények, magyar bajnoki címek, területi, megyei dobogós helyezések. Nagyon sok szülő itt van edzésen is. Nagyon sok szülő eljön versenyekre is. Szurkol a gyerekeinek, szurkol a más gyerekének is, szurkol a karcagiaknak is. Urbán Zoltán edző nagyon komolyan veszi, hisz végeredményben a családjától nagyon sok hétvégét van távol, mert versenyeken van, és még egy, a szülők itt segítenek a takarításba, mindenbe, és ezt a helyet érzik otthonuknak, voltunk már több helyen, mindig azt mondják, hogy hát nekik ez a legjobb, ők ezt szokták meg,
És én úgy gondolom, ha itt körülnézünk, ez egy tényleg egy otthonos hely, és a szőnyeg állandóan le van rakva. Sőt, akik komolyabb versenyekre készülnek, mint magyar bajnokságra, oda még kulcs is van adva, hogy még hétvégén is bejöhet edzeni. Sőt, olyanok is vannak, akik már 2-3-4-5 éve nem birkoznak itt, és meg sehol, és lejönnek, mert kulcs van náluk, és edzenek. És rendet hagynak, tisztaságot hagynak, és én örülök neki. Körülbelül 24 fő az, aki edzésre jár, betartva a járványügyi előírásokat. Kuruc István szerint kell a mozgás, mert aki sportol, az fizikálisan fejlettebb az átlagnál és ellenállóbb a betegségekkel szemben. Kell a mozgás, mert én szentül vallom, hogy aki sportol, aki mozog, aki fizikálisan egy kicsit fejlettebb az átlagnál, és ez a gyerekek saját korára is igaz, az ellenállóbb a betegségekkel szemben. A szakember reméli, hogy 2022-ben is sok érmet hoznak el a versenyekről a karcagi birkózók. Addig is békés boldog ünnepeket és új évet kíván erőben, egészségben, békességben, szeretetben mindenkinek. A Györfi István Katolikus Általános Iskola a 2021-22-es tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát általános iskolák felső tagozatos tanulói számára itt Karcagon. A pályázat célja Karcag hitéleti néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutató tevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés. Pályázni a következő témákban lehet. 1. Könyvismertetés Györfi István a Nagykunsági Krónika című művéről. Györfi István egyik legszebb vallomása a Nagykunsági Krónika első kiadása. 100 éve 1922-ben jelent meg Karcagon a Nagy és Kertész könyv nyomdájában. Ebből az alkalommal írjatok figyelemfelkeltő könyvismertetőt, amellyel felkeltitek az olvasó érdeklődését a mű iránt. 2. Katolikusok 250 éve Karcagon. 1769. decemberében került Karcagra Illés Antal, az első plébános. Mária Terézia ugyanis rendeletben döntött arról, hogy Karcagra katolikusokat telepít. Gyűjtsetek, kutassatok a környezetetekben, családotokban katolikus emlékeket. Épületek, események, híres karcagi katolikusok, plébánosok bemutatása, vallásukat gyakorló katolikusokkal interjú készítése. A pályázat terjedelme minimum 5 A4-es oldal géppel, Times New Roman betűtípus 12-es betűmérettel, másveres sortávolsággal vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat. A pályázatot fedőlappal kell ellátni, amelyen az alábbi adatokat kell szerepeltetni. A pályázat címe, a pályázó neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítője neve. A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti. A pályázatok elbírálásának szempontjai. A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak. Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető. Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat. Tanulói kutatómunka bizonyítható. Képanyag gazdagsága, elhelyezés a pályaműben. A pályázat esztétikuma kivitelezése elektronikus változatban is. Érzelmi azonosulás a választott témával. A pályázatok értékelése. A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak. A legjobb pályázatok írói értékes jutalomban részesülnek. Minden pályázó jutalomban részesül. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. január 28-a péntek. A pályázatokat papír alapon vagy online formában lehet benyújtani. Eredményhirdetés a Györfi napok keretében. A pontos időpontról később adnak tájékoztatást. Örömteli hasznos kutató és alkotó munkát kívánunk! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!